A magyar könnyű zene talán legerősebb évtizede a 70-es évekre esett. Hogyan működött akkoriban a 3T intézmény, azaz a tűrt, a tiltott és a támogatott kategória? Milyen elvek és direktívák mentén dolgozott az acéli kultúrpolitikában a kor teljhatalmú ura, a könnyű zenei popzészár Erdős Péter, és vajon hogyan épült ki a zenekarok mellett a besúgók és a provokátorok rendszere? Mai adásunkban ezekre a kérdésekre is választ keresünk. A stúdióban köszöntöm a Metro és az LGT egykori és a Skorpió mindenkori basszusgitárosát, Frenreis Károlyt. A P-Mobil örökmozgó vezetőjét, Schuster Lórántot. A Bikini együttes vezetőjét, a 70-es évek miniének basszusgitárosát, Németh Alajos Lojzit. Szerbusztok! És Csatári Bence történészt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én is, én Gulyás István vagyok, és mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, nézzünk meg egy témaindító összeállítást. Ahogy a Kádár korszak Acél György által irányított kultúrpolitikájának egészét, úgy a könnyűzenei életét is leginkább a húzd meg, erezd meg általános elve igazgatta, mivel konkrétumok nem igen léteztek, inkább csak irányelvek. Sok esetben csak a döntéshozókon múlott, hogy hogyan értelmezik az adott direktívát, így feszegetik-e a kereteket, vagy inkább biztonsági játékot játszanak. Az 1970-es évekre a 3T, azaz a tűrt, a tiltott és a támogatott kategóriák a magyar hanglemezgyártó vállalat és az országos rendezőiroda működését is egyértelműen meghatározták. Egyfelől több olyan legendás együttes is ekkoriban jutott a csúcsra, mint az Omega, az LGT vagy a Piramis. Másfelől politikai okokból számos, a közönség körében népszerű zenekart helyeztek parkolópályára, mint a P-Mobilt vagy a Beatrice-t, akik ugyan koncertezhettek, de saját nagylemezről álmodniuk sem lehetett. A korszak emblematikus zenekarai közül többen a teljes ellehetetlenüléssel is szembe találták magukat. Jól érzem magam, sóhaj van szívemben. Így járt a Sirius, a Tűzkerék és a Kex együttes is. Hát éltetek, dolgozunk! A poprock műfajok retteget uraként Erdős Péter hajtotta végre a párt politikai irányelveit, és szinte egy személyben gyakorolta a cenzúrát. Ő maga így emlékezett vissza erre a korszakra. Két magatartás volt. Az egyik szerint a legjobb az lett volna, ha nincs popzene. Ezt képviselte Acél György. A másik azt sugallta, hogy csináljátok, de ne kelljen foglalkoznunk vele. Az volt a feladat, hogy mint vállalat minél több pénzt keressünk, és hajtsuk végre a kultúrpolitikát, aminek érvényesülnie kellett a pop műfajban is. Nem esztétikai, hanem direkt politikai tartalommal. Most olyan néztük a bejátszást, aztán amikor az Erdős Péter megjelent, akkor egy kicsit elkomorodott a hangulat. Van valakinek, és ezt most nagyon őszintén kérdezem, és teljesen független a forgatókönyvtől, Erdős Péterről pozitív emléke? Hát ha nagyon megkínoznának esetleg. A Neotó familiának egész biztos, hogy van. Oké, de én az asztalnál őket kérdezem. Egy borzasztó erőszakos és izé ember volt, és mindenkinek gyakorlatilag rossz véleménye volt róla, de egy igaz, hogy egy munkamániás volt, és ő baromi sokat foglalkozott ezzel a dologgal. Az, hogy milyen módon csinálta ő ezt az egészet, és hogy részletezte. Ugye hát nekem például volt egy olyan, hogy azt mondja, hogy megkaptuk az export kéréseket, hogy milyen magyar nagylemezeket exportáljanak a kelet-európai országban, a Szovjetunió, tehát a KGST környéke. Azt mondja, ők 50%-ban kérnek, amit kérnek, megkapják, az 50%-ban meg, amit mi adunk nekik, azt kapják meg, és ez a szemünkben mondta, mert abban az időben a bandákról kértek ezért nagyon sok lemezt, és aztán utána mondták, hogy akkor Neoton fognak 50%-ban mindent, tehát gyakorlatilag ő el is mondta, hogy ezt a kérések ellenére ezt így fogja megcsinálni. De titeket kiküldtek Lengyelországba. Száműztek. Hát nem száműztek, nagyon nagy piaca volt
a magyar rockzenének Lengyelországban elsősorban azért, mert a lengyel zenei élet elsősorban egy jazz-orientált azért volt, nagyon komoly zenészekkel ismerkedtünk, játszottunk együtt, stb. És valamitől a magyar rockzene, ezt most függetlenül bármelyik zenekart, akik oda mentek, azokat imádták. Tehát gyakorlatilag nekünk nagyon jó dolgunk ott Lengyelországban. Úgyhogy nem ők küldtek ki, hanem örömünkre szolgált, hogy mehettünk. Hát a magyar lemezekkel óriásit lehetett annak idején üzletelni Lengyelországban, emlékszem, én is ebben a korban nőttem föl. Ha megengeditek, akkor én színezném ezt az Erdős Péter dolgot. Ugyanis az egyik kedvenc szólása az volt, hogy a saját szavam akkor vonom vissza, amikor akarom. Magyarán mondva, semmiről nem lehetett vele megállapodni, mert addig élt, ameddig kijött tőle az ajtón. Ez volt az egyik. A másik, hogyha egy nyugat-európai lemezkiadónál dolgozott volna valamilyen vezetői beosztásban, az első héten kirúgták volna. Ugyanis az a munka, amit a Kereszt mondott, azt igen, azt mind a neotanos csajba nyomta bele, fektette be szó szerint, de a lényeg az az, hogy volt egy nagyon híres eset, Boy George, akit az angol Kérei család szóvívő, hogy egyszerűen csak túlöltözött nevezett, azt kérek szépen megírta a Do You Really Wanna Hurt Me című slágerét, és végigment a kiadókor, és mindig mondták, menj már innen, nem kell ez. Lett egy világsláger, rögtön ki 6 millió kislemezt adtak el belőle, és az összes ilyen űrgét, aki ezeknél a cégeknél piackutatásra foglalkozik, mindet kirúgták. Mert aki nem ismeri föl, hogy ez egy sláger, az alkalmatlan rá. És az Erdős Péter... Oké, de nem ez volt a szempont. De hát persze, hogy nem ez volt az Erdős Péternél, nagyon sokfajta szempont volt, de azt se szabad elfejteni, hogy a magyar hanglemezgyártó vállalat Dorogi üzemének a kapacitása az adott volt. Tehát ők annyit tudtak gyártani, amennyit. Se többet, se kevesebbet. Gyakorlatilag a Kocsistól kezdve a cigányzenéig és a verslemeztől a rockzenéig mindent ki kellett adni. Na most a nyersanyagot viszont nyugatról kellett beszerezni, mert az nem volt. Tehát a morzsát az kintről hozták. Na most ezért fordulhatott elő, hogy küldtek az oroszok 100 000 alapugacsovát, ezek bedarálták, és visszaküldték 100 000 neotonnal, és megvolt a kulturális csereprogram, és rögtön arra egy lemez lett úgy, hogy egy lemezt nem adtak el belőle Magyarországon. Magyarán egy bűnöző volt, kész, ennyi. Lózi? Hogy azért tegyük rendbe ezt a dolgot egyszer és mindenkor. Nem is tudom, hogy mit vártatok, vagy ki mit várt az Erdős doktortól. Deklarálta nyíltan, hogy egy baloldali gondolkodású ember, és semmit nem enged be a magyar közéletbe, kultúrás életbe, ami nem egyezik az ő nézeteivel. Ez a pillanatok kezdve... De az ő nézetei, vagy az ő nézetei, ami az nézetei voltak, az acél mondta meg neki, hogy merre van az arra. Ez az egyik. A másik pedig, hogy annyira görcsösen ragaszkodtunk mindannyian, hogy legyen lemezze az embernek. Hát miért? Nem is volt royalty. Tehát abban az időben nem volt az, hogy adtak neked előadó művészi jogdíjat. Volt egy minimál szerző jogdíj, de azok filléres tételek voltak. A kultúra kazettákon terjedt. A gyerekek mentek a koncertekre, és kazettás magnak fölvették, és a tereken, utcákon egymástól cserélték. És vették föl, és csodálkozta, minden dalodat éneklik, annélkül, hogy lemezed vagy. Tehát igazából nem volt nagy üzlet a lemez. A lemez egy hiúsági kérdés volt, hogy neked is legyen a lemezborító, ki tudja tenni, hogy van lemezed. Egyébként a dalaidat, de azóta lényeg egy zenekarnak, hogy énekeljék a dalaidat. Attól tudták koncertezni, akkor hívtak meg. Amúgy hiába volt lemezed, ha nem éneklik a dalokat, meg nem várnak meg a fiatalokat, hogyha megkérdezik, kit hívunk. Nyilván volt egy korszak, amikor a P-mobiltunk, a Karcsékat hívták, mindig megvolt az a üdvös, akiket hívtak. De hát nem feltétlenül kellett a lemez. Inkább kellett volna a rádió meg a televízió, na az már egy melegebb kérdés volt, mert oda se tehetted be a lábattal, nem feküdtél, ugye, hogy kellett volna. Na hát ez az is, hogy csapódik le Bence a történetírásban. Nagyon érdekes a dolog, mert ugye, hogyha 70-es évekről beszélünk, akkor ezt hozzá kell tenni, hogy volt egy olyan direktíva, 1958. július 25-én hozták meg egyébként az MSZMPKB ülésén, ami az egész Kádár rendszert magában foglalta, és ebben irodalom, zene, film, muzsika, minden benne volt, mégpedig ez a úgynevezett művelődéspolitikai irányelvek is. Nagyon érdekes, 30 oldalas, nem akarom most felidézni mindegyes pontját, de egy gondolatot kiemelnék, mégpedig azt, hogy a kommunista párt elismerte azt, hogy a kultúra területén, és ebbe a zene is beletartozott, az ő megítélésük szerint is, lesz a legnehezebb az ő eszméket, a szocialista, realista elveket elmélyíteni és meggyökeresztetni, ugyanis azt mondták, hogy ezek polgári csökevények. És a munkás ideológiát a gyárakba be lehetett vinni, a paraszt ideológiát a TSZ-be bele lehetett vinni,
De a kultúra az egy számukra értelmezhetetlen halmaz volt. Ezért volt Acél György nagyon jött kapóra egyébként Kátának, akinek ugye semmi affinitása nem volt a kultúrához. Acél Györgynek annál inkább egy kicsit ugye bot csinálta, mondjuk azt, hogy autodidakta módon önmagát kiképező és állítólag nagyon művelt ember volt, de számára is nagyon határozottan megvoltak azok az elképzelések, hogy mit lehet és mit nem. Amit ugye az ő nevéhez kötnek, hogy 3T támogatunk, tiltunk, tűrünk, az egyébként nagyon későn, 1968-ban április 1-én egy politikai akadémiai előadáson került elő. Ami viszont érdekes, hogy már 57 júniusában, amikor még ácsolták az akasztófákat, akkor a pártértekezleten, az MSZNP pártértekezletén gyakorlatilag megfogalmazták ennek az előzményét, vagy ennek az alapelvét. Tehát azt, hogy bizony most már nem csak a szocialista-realista művekhez kell ragaszkodnunk, hiszen láttátok, és ők is látták, hogy nem tudják ezt megvalósítani egyik évről a másikra, és ezért óvatatlanul kell valami, amit tűrünk, azokon túlmenően, amiket tiltunk. De most az itt jelenlévő urak egy része ugye egy ideig tiltott volt, majd tűrt, és utána pedig voltak itt. De az itteniek közül azt hiszem senkit volt nem támogatott. Senkit nem érdekelt ez, amiről most beszéltél, legalábbis közülünk. Nekünk megvoltak a szigeteink, a Royal, az Erzsébet, a Zöldfa, az Ori, ahhoz találkoztunk, tök jól éreztük magunkat. Annyi, bárki jó, nyilván a boldogulásban óriási akadály volt, de gondolj bele egy Ceausescu rezsimbe. Ott is fölnőttek gyerekek, és nem vették észre, hogy mennyire szarban, abban nőttek, azt ismerték. Nekünk is megvolt a presszió minden oldalról, de megtaláltuk mindig a kis utat, ahol tök jól éreztük magad, egy mikrobuszban jól érezted magad, igen, vagy a Karcsia utoljában a zenekar végig anekdótázott. Ez olyan, az a szomorúan nem utaztunk soha. És hol éreztétek, mikor éreztétek jól? Mi volt benne a jó? A jó az volt benne, egy, fiatalok voltunk, kettő pedig a zene adott nekünk egy olyan szabadságérzetet, hogy mint hogyha ezek a komcsi főnökök nem is lennének, ott nem foglalkoztunk velük. Szóval, mint hogyha ott se lennének, mi azt hittük, hogy mi marha jó fejek vagyunk, mi önállóak vagyunk, mi azt sem, mit akarunk. Úgy éreztük. Piros útlevéllel azt mond ki. Igen, az nagy bibi volt. Na most gyakorlatilag ez volt a lényege, hogy el tudtuk vonatkoztatni ezt az egész proletár diktatúrát a zenénk és a zenekarokon és a koncerteken keresztül, hogy nem kellett igazán foglalkozni vele. Viszont például az én generációmban azok a srác, azok a haverjaim, akikkel együtt nőttünk föl gimnázium, egyetem környéke, stb., azok teljesen kilátástalannak látták ezt az egész helyzetet, ami itt van, és én megmondom, 10 haveromból 8 diszidált. Mindenki kiment, mert úgy érezte, hogy itt lehetetlen. Én néha mondtam, hogy nem ti vagytok a kalandorok, akik elmentek itthonról, hanem mi, akik itthon maradtunk. Azokat is szoktam nekik mondani, de hát természetesen poén szinten, de valójában a zene az minket keresztül segített ezen a nem túl kellemes időszakon, és a fiatal korunk és az egész izé, ami történt, az nem volt rossz. Azt mi el tudtuk teljesen vonatkoztatni erről a szar izéről. Minden esetre azért pontosítanám, jó, nincs lemezünk, meg nem számított, de amikor megérkeztünk Tolna megyébe, a megye határa, és két rendőrautó állt, így mint az amerikai filmekben, és kérdezték, hova megyünk, hát mert koncertünk lesz itt, hát ott nem lesz, és visszafordítottak, nem engedtek be, megyékből voltunk kitiltva, tehát ez nem volt olyan diadalmenet, hogy mentünk, énekelgettünk, azt mentünk a busszal és a többi, de mindegy, a Hörömpöl cirkusz persze tette a dolgát, és mentünk, haladtunk, ahol lehetett, ott tette keresztbe. Egyébként, amit mondtál, azért Lenin megmondta, hogy minden művészetek közül a számunkra a legfontosabb a film. A film. És megmondta. De Magyarországon meg a szocializmusban nem akartak sztárokat, nem akartak sztár énekest, sztár színész, semmit, mert az egyfajta egészen más dolog. De én azért kibővíteném a dolgot. Hogyan jelent meg ez a generáció Magyarországon, a szocialista táborban vagy Amerikában? Itt azt mondták, hogy rohadt imperialista, ilyen-olyan fellazítás, reakciós, és a többi, és a elbutított folyat, Amerikában mi történt? Így törték a katolikus rádiók, az itt a Elvis Presleyt, meg a Beatles lemezeket, és azt mondták, a rohadt kommunista, ez ilyen-olyan, amolyan. Ezt sehol nem szerették, az egész világon utálták.
Egy generáció jelent meg. Ők az ottani problémáknak ugrottak neki, ezt tudjuk, 68 igen. Párizs, Amerika, Vietnám és a többi, most nem sorolom. Itt meg az volt, ami volt, de gyakorlatilag egy generáció lázadt föl az idióta hülyék ellen, akik persze ezzel a hatalommal, amit kezükbe adott nekik a sors, vagy valami, ezzel ott és úgy értek vissza, ahogy lehetett. Lórikám, kírtak egy ilyen sajtcidlára egy P-mobil, mondjuk Miskolcon, és oda ment magától 6000 ember. Zsufi hát ha beengedtek a városba, hát, akkor persze. Oda inkább, már meg is énekelt, 180 kilométer, néha több, de bementek, és nem busszak kell odavinni az elvtársakat, tudod, hogy gyerünk, menjetek, és kaptok sörvírsit, hogy csak menjetek, váljatok oda. A Manus, aki ezt rühelte, azért rühelte, mert rá buszokkal vitték az embereket, és még úgyse voltak sokan. Igen, na most ide, bocsánat. Elképesztő tömeg, és nem tudták kezelni, rettegtek, hogy ebből még mi nőhet ki. Ez volt a Bibi. Nem tudták kezelni, hát azért a Miskolcon játszottunk a Szocékházban, bejött a helyi, mit tudom, ilyen Sonderkommando, nem tudom, a túró, beálltak az első sorba, és kiverték az embereket, terhes anyákat, mindenkit a megkezdett koncert alatt. És sorolhatnám még a példákat. Volt, hogy Kaposvárra nem mehettünk játszani. Kaposvártól a legközelebbi falura, ahol volt egy ilyen kis töfi vonat, bementünk, két lankat, kályha egyik se égett, bementünk, senki az egész faluba. Szóval megérkezett a töfi vonat Kaposvárról, és leszállt rólam 800 gyerek. Ilyen 5 literes befőttes üvegekbe megszervezve az ital, minden. Visszafele kikísértem őket a vonathoz, azt mondta a mozdonyvezető, én nem megyek sehová, mindig sárészek volt, meg minden, jórezték magunkat. Könyörögtem, és akkor mondom, lassan vigye ezeket a srácokat haza. Nincs ezekkel semmi baj. A lényeg, amit te mondtál, kilátástalan volt az egész. Azért dolgozzon, hogy a szobakonyhába, igen, az öntött vas falicsapba húgyozva éle az életét. Nem, akkor inkább diszidálok, vagy iszom, vagy ez meg az. Ezzel nem tudtak szembenézni, hogy volt egy generáció, akinek semmiféle jövőképe nem volt, mert nem lehetett. Szemben a kommunista lúzulóval egyébként. És most hadd mondjak még valamit. Ez most direkt politizálás lesz. A kommunisták mindig azokat a problémákat akarják megoldani, amelyek nem lennének, ha ők nem volnának. Ez a dolog lényege. Igen. Ez politikás. Jó, egyébként, hogy akkor Bacsót nézd meg a filmjében a tanúba. Tehát megénekelt mindent a tanúba. Azt kellett nekünk legyőzni, az elképesztő sötétséget. Borzalmas sötétséget. Minden. De az egész Oli tele volt ilyen arcokkal, érted? Szóval, amit a Bence mondott, ez nagyon fontos. Az Ávó a kultúrába rakta vissza a főnökeit, meg beosztott. Ori interkoncert, ez minden. De hogy az 50-es években, az 50-es évek végén elkezdik ezt magyarázni, de hát akkor mi van? Hát akkor van az operett kultúra, amit hoznak magukkal, mert imádják ezt a kis polgári dolgot, van a tánc, daléneklés, német lehel, stb. Lehetne sorolni. Nagy dolgokat csináltak, de nem az a durranás, amit ti elkezdtetek, tehát ez a kőkemény rock, amitől úgy fölborult a világ nagyon sok helyen, és ugye én 69-ben kezdtem rá eszmélni, és ugye, most, ahogy visszanéztem, 1971-ben, amikor ez az egész csúcsra járatódott, az ország lakosságának a fele 30 éven aluli volt. Aha. Iszonyatosan veszélyes. Hát a Ratko korszak gyerekei. Így van, hogy csapkodnál most mindenki a kezét, ha így állnál? Egyébként a 70-es évek legnagyobb vívmánya az, szerintem, hogy Magyarország, legyünk reálisak, egy operettország. Kálmán Imre a legnagyobb király. Ponti Hanna, és én megmondom őszintén, abszolút kalapot emelek a Fényes Szabolcs bácsa, Kálmán Imre, az operett, musical, írók, zeneszerzők, fantasztikusak. Az egész műfaj borzasztóan népszerű, és ebből az operett országból valahogy a 70-es években történt, nem tudom, hogy miért, meg nem tudom, hogy kisiklás. Egy olyan váltás, hogy a rockzenekarok elkezdték a legnagyobb lemezeladásokat csinálni, meg a legnagyobb koncerteket megtölteni, és hogy keresztbe fordult az egész. És jó, hogy valószínűleg mi is tehettünk erről, mert komáltak minket, meg jó volt, amit csináltunk, meg stb. És gyakorlatilag, ami volt még ebben, hogy a rockbulikra való járás, tehát a gyerekek, akik bementek klubokba, előadott termekbe, szabadtéri színpadok, stb. Ezekben volt egy kis, azt hiszem, egy kis ellenzéki attitűd, hogy én most ide megyek el a rockbulira, és ezzel nem értek egyet a
fennálló proletár diktatúrával, ha én ott vagyok. Hát amikor az ellenzékiség a farmer viselésben, bocsánat, amikor az ellenzékiség a farmer viselésben is megjelenik. Tehát amikor néztük a 70-es években az első felvételeket veletek a tévében, meg a 80-as években, amikor még szintén viszonylag fiatalnak számítottam, hogy a trapézfarmerben, aztán a csőfarmerben, ahogy ti megjelentetek, az mindenkinek példa volt. Hogy főleg ugye a szabadság meg az összetartozás volt a legnagyobb vonzereje. Például a miniben, a Bembrakparton olyan tömegek voltak, a Clark Ádám térig sokszor kígyozott a sor, feszegették a rácsokat, csak azért, mert annyira szabad volt az egésznek a szellemisége, az dalszövegei, a zenei megfogalmazása, hogy jó volt ott lenni. Így van. Ennyi. Így van. És ez a jó ott lenni, jó együtt lenni, ettől semmivel sem lett rosszabb, aki oda járt, mint aki nem járt oda. Sőt, kapott valami olyan inputot, amit máshol nem kapott meg. Hát persze. Így van. Ezekhez egyébként, hogyha már itt Lózsi ezt felhozta, azért kellettek azok a idézőben felvilágosult műfájzikozgatók, mint a Margó néni ott a Bemrakparton például. Meg a Tabán is hozzátartozott, tehát az, az óriási volt a Tabán is gyerekek. Igen, akinek mondjuk a pandantja volt a Rajnák elvtárs, aki meg ugye ütötte-vágta a jó népet. És de azért a Rajnák elvtárshoz is egy idő után be lehetett jutni, és egy idő után már nem kellett nyakkendőt kötni. Rajnák elvtárshoz be lehetett jutni, több ezren voltak az Ifi Parkban állandóan. Én arra emlékszem, hogy kettő darab jegyszedő derékba volt hajolva, és nézték, hogy ki van farmergatya. Így le voltak hajolva, amikor ment a sor, borzasztó sorállás, és aki farmergatyóz, azt kivették a sorból. Nem, a belépőjét nem is igazán érdekelte őket. Ugye, a Rajnákhoz be lehetett jutni, és a fő falonnál az íróasztala mögött az ország legnagyobb Lenin jelvény gyűjteményét csodálhattad meg, ez volt az egyik. A másik, úgy lehetett bemenni havonta egyszer hozzá, hogy be kellett neki vinni a szokásos üvegkonyakot, meg egy csocsót. A konyakot értettem, de hogy miért kell neki havonta egy csocsó, azt nem értettem. De ez csocsó az? Ez persze, ez volt a része. Ez csoda, hogy csocsó gyűjteménye lehetett hát a Lenin nem tudom, nem tudom, hogy azzal mit csinált, de mindesetre... Hát én rendszeresen csináltam a balékat, robbantottam meg minden nyavaját, mindig szét akarta rugni a hátsómat, hogy összeállt, majd ez lesz, meg az lesz, de hát sokan voltak, tetszett a népnek, meg azért ő is tudta, hogy mi az, aki, mert ugye ez volt elhangzott, hogy legyen bevétel, de hát úgy legyen bevétel, hogy azért jó legyen. Na most gyerekek, amikor megcsináltuk a szellemi szabad foglalkozású zenészek szakszervezetét, ekkoriban volt ez a szolidaritás balé Lengyelországban. És kiderült, hogy Magyarországon a munkatörvénykönyvében csak bérből és fizetésben élők lehetnek különböző dolgoknak a jogosultjai, tehát STK és a többi, akkor az elhangzott, megcsináltuk, és megjelent két kiszes, és mondták, hogy jó, nagyon örülünk, hogy ez megvan, de van itt egy csomó zenekar, ilyen fiatal bandák, és ezek nem passzolnak bele a kulturpolitikai világunkba. Határolódjatok el tőlük. És mondtam én is, meg még voltak mások is, hogy de hogyha határolódunk el. De kik nem illettek bele? Kiket mondtak? Hát még tudom én, akik akkoriban voltak. Hát lehet volt, tudja. Ez az izékba csúcsosodott ki, Tatán volt ez a... Kongresszus 81. Hát az később volt már, de... Az később volt, igen. A minden esetre ott arról volt szó, hogy összehívták azokat a zenekarokat, akiket mindenki ismert, meg mindenki játszott, meg izél, meg stb. Szóval ismert. És a nyakunkba akarták varni azokat a hát eléggé ellenzéki zenekarokat, akik gyakorlatilag sehol nem voltak, se vizéjük nem volt, működési engedélyük nem volt, se lemezük, se semmi, se soha nem voltak a rádióban, stb. És azoknak, hát ugye voltak ilyen erősen politikai kicsengésű, kétértelmű szövegeik, és ránk akarták húzni azt, akiket ismertek, hogy nem kell nekünk olyan szöveg, valami olyasmire emlékszem, hogy a Moszkva téren felszáll az ellenőr bácsi, és megkérdezik tőle az utasok, hogy ellenőr bácsi magának bérlete van az egész világra, szóval ilyen szövegek nekünk nem kellene. És ránk próbálták azokat a ilyen központi bizottság, ami például... Nem volt egy csomó zenekar. És akkor valaki fölállt, és mondta, hogy hát azt mondja, ezt a bizottságot, akik ilyen szövegeket írkán, velük kellene megbeszélni, mert azok egyetemet végeztek, azok diplomás képzőművészek voltak, azok tanultak marxizmust. Bizottságot akarták. Tanultak marxizmust, azokat kéne megkérdezni, erről nem minket, mert mi nem végeztük. Bocsáss meg, csak befejezni, mert van csattan olyan történetnek, pont
mondtuk, hogy nem, hadd ordibáljanak, ha kell a közönségnek, akkor megveszi egyet, és a többi, és a többi. Egy év múlva megjelent ugyanez a két kiszes űrge, azt mondta, hát a változott gyerekek a helyzet, ezeket integrálni kellene valahogy ezeket mégis a rendszerbe. De integrálja a rossz sebben, énekeljenek, ordibáljanak, ha jó lesz. Ja, amit akarnak, persze. És kész. Hát mi? Hát, átlányos vélemény az egész. Meg, ez tök rendben volt. Az egész szakmáról átlányos vélemény volt az Állambiztonsági Szervezet igazgatójától, hogy mindegyikünk a Szabad Európa Rádió ügynöke. Ezt nyíltan ott mondta Tatán pont. Önök mind a Szabad Európa Rádió ügynöke. És legalább büszke volt erre, Lóz? Én. De nem is tudtuk befogni, úgy zavarták a Szabad Európa Rádió. Hát értelemben értelmezhető ez a mondat, mert nyilván toljátok a nyugati átkos imperializmus szekét azáltal, hogy rockzenét játszott. De jó, egyébként, amit mondta, ez azért érdekes, mert hogyha megnézzük, akkor a 80-as évek elején miközben ezek szerint az ALJA bizottságot, az Albert Einstein bizottságot megpróbálták kitolni a rendszerből. Én nem tudom, azt hiszem 83-ban megjelent az első nagy lemezük. Persze. Hát igen, egy idő után rájöttek arra, hogy öngólhegyeket lőnek. Öngólhegyeket lőnek. Az egész dolog egy irgalmatlan képmutatás volt. Elmondok egy esetet. Szlovák söröző, sör, alátét, sör, pálinka és a többi. Ott ültünk a Bencsikkel, meg a többiekkel. Beült a másik boxba a vállalati négyszög pártitkár, kis titkár, szakszervezet is, meg az igazgató. És hallottuk az első kör, Szabó elvtárs, kis elvtárs, nagy elvtárs, Kovács elvtárs. Az ötödik kör után mit hallottunk? Józsikám, az én Istenem áldjon meg, mikor megy a lányod a bérmálásra? Egy képmutató rendszer volt az egész. Úgy hazudott mindenki, hogy része volt ennek az egész játéknak. Igen, a legfelsőbb a szelektív volt az egész vezetőség. Hát semmi közük nem volt. Semmi. Jó, csak, az IQ a parlamentben, bocsánat, csak ez, az akkori országgyűlésben az IQ az kb. Szobahőmérséklet volt, 30-28, vagy valamennyi. Hát olyan ürgék voltak. Azért, azért annyi hatalom mégiscsak volt, tehát hihetetlen nehéz dolgotok volt nektek is. Ugye a Mini azért elég későn került lemez közelbe, meg mindannyian. Különösen ti is később. Hát a Milliről azt mondta, de a Kex, igen. Vagy a tűzkerék a Radics Béla, belehalt a Radics Béla abba, hogy kicsinálták. Baksasós Jancsi, Isten nyugtassa, most halt meg, elmenekült ebből az országból, mert annyit verték, hogy muszáj volt elmenni, mert különben agyonverték volna. Tehát azért voltak olyanok, akiket nagyon nem akarták. Mert a Sirius nem engedték vissza Ausztráliába, és amerikai turnéjuk volt, egyszerűen nem mehettek ki. De milyen kiváló nagy lemezt adtak ki. Hát ez igen, az ausztrál felvétel. De csak ez a haza is vágták őket. Hát igen, nem volt egyszerű. Érdekes módon viszont a belbiztonság, az valamire úgy láttam, hogy beleástam magam ezekbe a jelentésekbe, meg ügynökségbe, sztorikba, hogy a belbiztonság csak a Magyarországon történt dolgokkal foglalkozott. Aki hát, külföldre, nem foglalkoztak, hogy mit csináltatok ti Lengyelországon? Nem. Aki külföldre ment, ide ment, oda ment, amoda ment, azzal gyakorlatilag semmi. Az volt a lényege ennek az egész főcsoportfőnökségnek, hogy jelentsék azt, hogy hol van esetleg egy olyan mozgás, ami politikailag veszélyes lehet a fennálló hatalom ellen. Tehát gyakorlatilag én például halálra röhögtem magam azon, hogy a táncház mozgalom, ami egész Magyarországon volt. Ugye a szocializmus azt mondja, hogy világproletária egyesüljetek, stb. Tehát az minden olyan, ami nemzeti és egy országon belüli dolog volt, azt ellenezték, mert hogy proletár internacionalizmus, ugye ez volt a sztori. És a táncház mozgalom azért egy magyar sztori volt, azért baromira figyelték, hogy ez lehet egy egyszer veszélyes lehet, és egyszer csak ebből fog kijönni egy olyan forradalmi valamilyen megmozdulás, ami akkor a fennálló rendszert... Hát tele volt nacionalizmussal, úgy gondolták. Úgy gondolták, na most... A táncház mozgalomról annyi főcsoport főnökségi jelentés történt, mint még soha semmiről, és egyetlen egy olyan nem volt, amiben bármilyen kis apró fikaszt ízű politikai dolog lett volna. Mi volt a táncház mozgalom? Játszott egy népzenekar, oda jött a fiú egy fekete bakancsba, egy fekete vagy csizmába, fekete katyába. Dobantott egyet. Fehérigbe elkezdett dobantani, a menyecskét körbeforgatta, elmentek piálni. Ez nagyon veszélyes korrekt. És még megpróbálta még a menyecskét, gondolom, hazavinni a táncház után, de ennyiről szólt az egész. Ők semmit nem akartak, zenét akartak, táncolni akartak, jól akarták magukat érezni, iszogatni, aztán elmenni. Viszont, mind gyanús, amit elmondtam. Gyanús volt. Gyanús. Viszont a rockzenében megjelentek. A provokátorok, megjelent a besúgók,
és ment a balhézen. Amit a Karesz mondta, ahhoz azt egy picit én is árnyalnék, hogy az előbb a Lórend fogalmazott, mert amikor külföldön voltatok, lehet, hogy a 3x3 nem jelentett rólatok, de az azért volt, mert nem az volt a dolguk. Ők a belföldön jelentettek. Igen, jelentettek. Ott volt a 3x2, ne felejtsük el, a 3x2-ből sokkal több iratot bedaráltak, mint a 3x3-ból, nem lehet sajnos akkora csemegéket találni benne, mint a 3x3-os ügynökjelentésekből. Legyetek nyugodtak, akkor is jelentettek rólatok. Tehát ez tuti biztos, hogy lengyelországi, szovjetunióbeli turnéról... Konkrét dolog volt. Konferáltam a Cseh és Morva protektorátus területén, játszottunk ott, és kérlek szépen, az volt a vakár, hogy Cotoje, mi ez? Tolja rock and roll. Másnap már hívott a Penn Zsolt, milyen nyelven konferálsz, mi ez? Hát milyen, mondom, milyen nyelven? Franciául, hogy milyen nyelven? Tehát már másnap leadták a drótot, hogy én azt kérdezem szlovákul, vagy csehül, hogy mi ez? És még egy mondat, ezt a gondolatkört befejezve, hogy nem csak ügynökjelentésekre kell itt gondolni, amit te is mondtad, az interkoncertes alkalmazottaknak a jelentések, akik hivatalból jelentettek, legalább annyira fontosak voltak, mint az ügynökjelentések. És ezeket a ezt a kettőt ugye egymás mellé tették, és ne legyenek kétségeink, mert mondta Lojzi, hogy ti nem érzékeltetek ebből semmit. Ment ez szépen föl a maga hivatali rangvételjen fölfele, ment a belügyi alosztályvezetőnek. Érzett, nem érdekelt, bocsáss meg, ez nem érdekelt. Hogy írjongasson semmit. Ori ügyelőt adtak, hát ennél durvább beavatkozás nem lehet egy zenekar belügyeibe, hogy egy pasit beültettek a buszba, aki végig figyelt. Egy sejt mozgott éppen, hogy a menstruáciát ébren tartja, hogyha nő volt, érted? De igazából nem. Szóval mit keresett az az ember? És utána firkát beadta mondjuk a Bulányinak, hogy itt nem történt különösebben semmi, törtik a kukoricát a kukoricásból, ez volt a bűn. De volt, amikor az Ori ügyelő azt mondta, hogy hát a Takács Tamás túlságosan mozog a Kártágó koncerten, állítsa le magát. Ilyen is volt jelentésben. Az már tanúszínvonal a gyerek. Hát az igen. Az volt, jó, voltak hát, szépek. Voltak bocs, szép de dolog. Pont ez volt a jellegzetesség ennek a korszaknak, meg egyáltalán a létező szocializmusnak, mert azért 56 előtt, vagy 53 előtt ez nagyon brutális volt. De különösen mondjuk 63 után, amikor Kádár hivatalosan bejelentette, hogy na mostantól kezdve aztán minden rendben van, és akkor elintéztük a dolgot. Más kérdés, hogy továbbra is ott voltak a börtönben az emberek. De onnantól kezdve önmagának a nem is tudom, tehát a gúnyrajza volt ez a rendszer. Tehát megpróbált eljátszani az erőt, közben pedig folyamatosan engedte ki a kezéből. Tehát erősködött egy kicsit, aztán elengedte. A bizottság erre nagyon jó példa. Igen, 64-ben volt egy olyan év, azt hiszem, amikor először megengedték, hogy az 56-os disszidensek visszajöhessenek Magyarországra. Igen. Azt hiszem, az is 64-ben amikor volt. Igen, kiengedett itt ott, amott, de... De folyamatos egyre inkább karikatúrává vált. 85-86-ban engedett gyerekek, akkor lehetett érezni, hogy már nem lesz semmi, sőt össze fog omlani. 87-ben olyanok megjelenhettek, hogy el sem elmondani. Mint a nők tervezték meg, úgy. Hát így van. 1989-ben Erich Honecker elvtárs kettő héttel, vagy három héttel a Berlin fal lebontása előtt közölte, hogy a fal még akár 100 évig is állhat. Ennyire tájékozott volt a dolgaival. Hát ez a tájékozottság. Mégiscsak tehát azért mégiscsak megvolt az a lehetőségetek, hogy miközben figyeltek, és azért nem menjünk el itt a figyelők mellett, mert igenis a rockzenészek között is megjelentek a besúgók. Annyi volt, hogy mesélek egy besúgást, nagyon ijesztő. Na ez Német Talajos Nagyferóval a Bikini néven zenekart csinál. Az durva. Hát figyelj, nem bírtam aludni. Az durva. Hát ez elképesztő. Ez mi? Ez a jelentés. Hadd mondjak neked valamit. A te szemszögedből igazad van, mert te ezen a kulcslukon néztél be. Rólam viszont a Vikidár Gyula azt írta, a jelentéseit összegyűjtöttem, a Best of-ot és az összeset összegyűjtöttem, azt írta, hogy Schuster Lóránt Göring birodalmi légimarsalról készül könyvet írni. És készültél? De ahogy készültem, a rosszabb készült, és az egyik jelentésben az van, hogy a fővárosi művelődéshez körtermében fellévő P-mobil öltözőjét a helyszínen lévő emberünk mikrofonozza be, hogy rögzítsék, hogy mi van a buli előtt és után miről beszélünk. Ez nem így volt nálatok, lehet, hogy minden volt, de bár bocsánat, ezt vágjátok ki, de a lényeg az, hogy ez nem így volt. És megvannak a jelentések, ahol jelentett az István a királyról, jelentett erről, arról, mindenhonnan jelentett. Hát azért figyelj, de ellenem azonnali ellenőrzést vezettek be. Telefonom nem volt, nem tudtak lehallgatni, mert mindig valamelyik utcai fülkéből azt elég nehéz lett volna követni. De mindegy, a lényeg az, mindent lejátszottak, amit lehetett.
Közben ment a mosolygás, meg minden, hogy van, Szabos Csaba, ment, de valójában keményen dolgoztak. És még valami, ami minden hivatalra érvényes, a saját maguk létét bizonyítandó gyártják a papírokat reggeltől estig, mondta, hogy ment följebb ide-oda. Persze, én mindig azt mondtam, na mi van, aláírtam a Brezsnyev, mit tudom, hogy kellett mennünk valahol játszani. Aláírta Brezsnyev a szovjet turnét? Nem. Na jó. De megcsinálta azt az interkoncert akkor igazgató, hogy ott álltunk a Vörösmarty téren két busszal, és kellett volna menni Lengyelországba, aztán Vucsba. Na mindegy. És délután kettőig nem írta alá a papír, csak azért, hogy ne tudjunk odaérni, vagy kiszúrjon velünk. Ez egy bukott nagykövet volt, akit letettek ide, valószínűleg BM, és a többi, és a többi, és ott tett keresztbe, ahol tudott. És sorhatnám még az összes többit, a pisztollyal járkáló górékat és a többi, hogy mitől lettek öngyilkosak. Azzal biztosítottak bizonyám az 50-es évek végén fegyverre. Na most ez az érdekes, Lojzi, megütötte a fülemet, hogy ez a jelentés, lehet ezen röhögni, de szerintem sokkal inkább lehet azon röhögni, hogy a Vikidár Gyula azt írja, hogy német, a Göring német birodalmi marsalról készül a Lóri könyvet írni, mert hát ez olyan emletes hülyeség, hogy ez szerintem még azt se hitte el, aki olvasta. Az biztos, ha írná egy könyvet róla, mi lenne, mi történne? De elég leírni. Oké, de az, hogy a német Lojzi a Miniből, meg a Nagy Feró akarnak valamit csinálni, ami eddig nem volt, és mind a kettő meglehetősen bonyolult és gázos fazon, azon lehet, hogy elgondolkodta. Hát nem hiszem. De nem kellett ilyen politikai dolog, elég volt az, hogy az ismert diszkósnak a csaját meg... Ilyen is előfordult, és följelentett, és ezek után 20 ez évig nem... Ez nem és utána 20 évig nem mehették külföldre, mert azt jelentette rólad az egyébként diszkós műsorvezető, azt jelentette, hogy... diszidálni akarsz, hogy valami, és nem engedte ki zenélni. Na, ez volt a legcsúnyabb, amikor az ezt igen. Mondta. És még egy hát fontos... ilyet mennyit meséljek? Hát egy zsák tele van. Ez egész biztos. És még egy fontos ilyen mozaik darab az ügynökjelentésekhez, hogy lehet azt mondani, hogy ez nem lényeges, hogy ezek pitiánért dolgokról jelentettek, de, és ebben Várszegi Asztrik volt panorámi főapátnak adok igazat, aki azt szokta mondani, hogy őről is ugye sokat jelentettek, meg hát ugye most ebben nem menjünk bele, hogy mi történt ott körülötte, de a lényeg, hogy amikor összerakták ezeket az információkat, soha nem lehet tudni, hogy az az egy bizonyos láncszem mikor kerül oda a helyére, és mikor lesz ebből esetleg valami nagyon nagy baj. Tényleg valójában a rockzenészek közül nagyon kevesen ültek börtönben, én ezt elismerem, nyilván nem küldtek benneteket recskere sem követ törni, ez tök igaz. Az azért akkoriban már nem volt. De a gyerekek? Nem, de ott volt a CPG, őket lecsukták, antikommunista ugye, szövegeik. De ez mind semmi, azért szoktunk hozzá, mert egy orosz turné, megcsináltak egy szovjet turnét, az összes szállodaszobban le volt poloskázva. Leúszott az ágyat, pács ott volt benne, érted? Tehát még egyfolytában figyeltek. Az majdnem nagy testvér szintű lehallgatás volt egy szovjet turné. Tudod, hányszor jártuk végig azt az országot? És mindenütt, mi beszéltünk, amiről akartunk, hogy biztos volt tolmács, aki ezt le is fordítsa, meg adtunk, vettünk, meg egyáltalán, és mégis tudtunk jönni-menni. Valamitől ez érted? Nem kell eldugni. Ott egy barna doboz, az reggel 5 órakor moszkvai idő szerint megszólalt, Gavarit Moszkva. Azt kellett lerúgni a falról, mert az a hangszóró az egyben mikrofon is volt. Ilyen egyszerű volt a dolog. De volt az ágy mögött is, azt látod, hogy mi az. Ja, hát lehet, hogy volt a biztonság kedvéért, de hát minden... Egyfolytámos, akkor tudod, itthon egy-egy ilyen jelentés, meg se felesett, nem is ezzel foglalkoztunk, vagy írogattuk jobb-nagyobb dalokat, meg azzal foglalkoztunk, hogy a közönség még jobban duzzadjon és énekelje. Azokat a gondolatokat, amit kiette a franciaköket, mert nem hitték el, tudod, hogy tényleg olyan jó dalszövegeket írtak a magyar szerzők, hogy lakalap a világszínvonal fölött. Például Rózsi, micsoda szövegeket meg tudott írni élete folyamán pillanatok alatt. A másik az, hogy egy kicsit úgy kifésülni ezt az ügynök vizét, dolgot, hogy voltak olyanok, akik önként dalolva jelentkeztek besugónak. Hát például ott volt a fogara, te volt. Nem akartuk kimondani, kimondtad, így van. A Svájc lakását poloskázta. És a fogarasi. Hát nem csak az, hanem volt. Tudom. A feleségéről is jelentett. Szőnyei Tamás könyvein. Ugyanakkor sok volt, hogy kényszerpályára került, mert valami megcsúszott, és beszervezték azt, hogy 3 év börtön vagy itt aláírod. És ezek a legtöbbjük azért nem jelentett olyat, ami bárkinek ártott volna, volt ilyen is.
Szóval nem csak az, hogy valaki igazán rossz indulatú mocskos módon elkezdett beszélni olyan dolgokat, amik nem is voltak igazak, csak hogy ő a jó seprő, jó seprő. Hát a Vikidának sikerült. Nem baj, várjuk a Göring könyvedet, Lóri. Bocsánat, a Gara ügyrökről. A lánya megkérdezte tőle már élete alkonyán, hogy apu, te tényleg besugó voltál? És tudod, mit mondott a fogar? Nem, majd fagylajtos. Na, ez ennyit a színvonal. De legalább elismertek. Volt cenzúra? Persze, ah, az volt. Na, de hol volt a cenzúra? Hivatalosan nem volt cenzúra hivatal. Ki mondta, hogy nem? Hát hogy ne lett volna? Sanzon bizottságnak hívták, te viccelj. Sanzon bizottság az előre megnézte a szövegedet, és akkor persze, be kellett adni. Eldöntötte, hogy de csak akkor nézte meg, hogyha kiadásra nem, készülnek. Nem, minden, ez egy színpadra is a Sanzon bizottság eldöntötte, hogy ez a szám alkalmas-e arra, hogy bejegyzésre kerüljön, mint szám. Tehát mondjuk így. És ezek után a rádió, a televízió, vagy a lemezgyár saját bizottsága számtalanszor felülbírált ezt a döntést. Volt úgy, hogy volt egy határozat, hogy mehet, ők azt mondták, nem engedjük. Volt olyan, hogy azt mondták, hogy nem engedik, de megcsinálták lemezen. És ennek az összes változata, mondjuk ez egy lehetőség. Ez az abszolút fejetlenség. Az volt, de lehetőség volt arra, hogy ezek között lavírozva, lehetett. Na de hát az a jó, amikor a cenzort játssza ki. Nem, a Feró játszottak ki őket. Elment, muszáj volt LGTO meg a Beatrice turné volt, és muszáj volt, nem volt ori vizsgálja a Beatrice-nek, le kellett vizsgázni, és bement a Sanzon bizottság elé, a Gonda János, a Korda Gyuri, mit tudom, hogy kiküldtek akkor a bizottságba. És mondta is a Korda, jaj, Feró, nekem nincsen hatalmam, hogy téged bíráljanak meg egyáltalán. Elkezdték egy WC-papír jött ki a szakszofonjában, rá volt írva egy kígyó, és ilyen arab dolgokat nyomatott, amit úgy tudott szakszizni, de össze-vissza nyomtak mögötte, és az volt a dal, hogy a helyzet kulcsa Közel-Kelet. Mondtak, hogy na, ha fejezbe felolja francba, megkapod a vizsgát, szóval a vége már tényleg ez volt. Oké, okay, ez geg volt, de hát de közben... Lehet, nem kell megijedni, ha Isten sanzol. De megfelek a szövegeitek. Hát régen ez az ijesztőbb volt, mert régen tényleg ez áthúzták, és akkor nem, de mondom, hát, később elkezdett lazulni már 80-as években. Cenzúra olyan szinten volt, hogy például a Szörényi Levinek megjelent az első szóló lemeze, aminek az volt a címe, hogy Utazás. És volt a Husit Jancsi, de nagyon jó fotós, azt csinálta a lemezborítót. Elkészült a borító, amin a Levente egy ilyen barnás színű, ilyen matt, ilyen fád színekben lévő ház, vagy a lakásban, a sarokban, ilyen párnákon ül, és így le van rakva a keze, és így a falnak. És utazik, és repül, igen. És hogy ez utaz, na hát ez kábítószer, ez nem mehet. A Levente olyan volt ott kábítószer, hogy Makó Jeruzsálem, tehát teljesen vízé volt. És bezúzták az első 20 000 példányt, mert hogy ez a lemezborító, ez itt nem, és akkor jött, hogy egy ilyen cirádás, hogyják, egy ilyen Levente portré fotó jelent meg helyette, és az volt a Királyi Utazás. Ehhez kapcsolatban van egy érdekes sztorim, hát lehet, hogy nem ismeritek, hadd mondjam el, hogy ezt a Szörényi Levente mesélte, hogy igazából ott a Bors Jenő megszervezett egy kommunista szombatot az MHV-n belül, és ő maga is beállt a saját kezével az MHV főigazgatója, és szedte le a borítókat, és rakta rá az újat. 1-24 órán belül kellett új borítót csinálni, és a Szörényi Szabolcs, azt hiszem apusa, egy nyomdánál dolgozott, kartográfiai vállalat nyomdánál dolgozott, és vele csináltatták meg ezt az új, egyébként szerintem kevésbé sikerült lemezborítót. Úgyhogy kommunista szombat sikerült. Kötődik ez. Azt nem is értettem, azt nem emlékszem. Hát ez ezért volt egy baromi jó lemezborító volt, csak azt mondták, hogy na hát ezt nem is kidobták, és hirtelen kellett csinálni egy ilyen gyors. Bocsáss meg, csak ugye arról volt szó, elhangzott az Erdős Péter, a fenéket, az Erdős Péter mögött ott volt a Bors Jenő, aki a Landler Jenőnek az unokája. Mindegy, a lényeg az, hogy Kéri Edit az édes művésznő kutatásai szerint is a megjelent kötetben kiderült, hogy ő is fönn volt annak idején a Szabadságtéren az épületek tetején, ahol közel 1000 embert lőttek agyon. Ő is géppuskázott, vagy géppisztolyozott. Hát ezek, mitől lehetnék ezekkel egy platformon, vagy miről beszélgethetünk? Semmi, nincs miről beszélni. És aztán sorolhatnám még a neveket, de nem akarok az a szakmában senkit se útvarolni, de tudnék mesélni még, hogy mi minden is hogyan történt abban az időben. Ilyen emberek voltak mindenhol, az ávósokat, ide nyomták be dolgozni, a nem kell a fizetés, jó, lehet csajozni, van bal zseb, és a többi. Még a cenzúrához egyébként egy dolog eszembe jutott, hogyha már a 70-es
évek, egy nagyon beszédes adatot azért megosztanék veletek. 1971-ben végignéztem az összes Sanzó bizottsági ülés jegyzőkönyvét. 54-szer üléseztek, tehát több mint egyszer egy héten, átlag egy héten egyszer. 1925 dalt néztek át, mit gondoltok, mennyit engedélyeztek? 331-et. Az összes az egy hatodát? Igen. A további 150-et még módosításra visszaküldtek, hogy írjátok át a szöveget, vagy valahogy, és az összes többi ment a levesbe. Hát de ne haragudj, tehát a Sanzon Bizottság, és akkor most ironikus vagyok, minden valószínűség szerint az esztétikum szempontjából közelített ehhez a dologhoz, és úgy gondolták, hogy a maradék azért 1600 az nem éri meg a megjelenés, vagy nem érdemli hát meg a megjelenés. Egyébként félig ironikusan, de lehet ezt is mondani. Egyébként de csak nem lehet behatárolni, mert egy 1800 dal, voltam válogatásokon, hogy igen, beküldtek dalokat. Te nem engedélyezted a PO műszer. És az, hogy az 1800 dalból, hogyha ilyen sok nem felel meg, annak azért voltak színvonal problémák, hogy nem volt jó, és azt mondta, hát ezt nem lehet. Így van, hát ugye nekem van egy ilyen bizottsági jegyzőkönyvem, ahol visszautasítják Vikidár Gyulának Tűzpiros virág az én szívem című szerzeményét, és mondták, hogy ilyen már volt, és nem fogadták el. Igen. Igen, de voltak minőségi problémák is, amikkel éltek. Igen, nyújt egy ilyet. Hát, igen. Tűzpiros virág a szívem. És sorolhatnám még annyi. Szóval ebben valóban én is azt mondom, hogy ebben akár konszenzus lehet közöttünk, hogy esztétikai és színvonalbeli, illetve ideológiai beli. Szóval biztos vagyok be, hogy a Rományi Józsi bácsi, akit az egyik legnagyobb zseninek tartottam a magyar nyelv területén, ő volt a főnök ennek a Sanzó Bizottságnak, és őnála voltak ilyen színvonali korlátok, igen, hogy ezt nem lehet ilyen. De akkor is beszédes ez az adat szerint. De mellette ugye a politikai jellegű dolgokat meg azt mondták, hogy ezt. Csak az a baj, hogy ők egy valamit nem vettek figyelembe, az, hogy ez a fajta zene, a Peter Gabrielt idézem, a ritmusból indul ki, tehát annak mintájára készülnek a szövegek, az angol száz szövegek zseniálisak ilyen szempontból, tehát az, amit egy papíron leírva lát, az meg se közelíti azt, amit ez zenével együtt énekelve meghallgatnak. Tehát ez egy óriási különbség, amikor azt mondja, a költemények, a túrót szövegeket íz zenére, és az adja magát. Ezt én elmondtam egy csomószor, hogy mi mindig azt csináltuk, hogy angol kamura írtuk a szöveget, mert sokkal lüktetőbb, izgalmasabb. Tehát, hogyha mondjuk az volt az angol kamu, hogy tam-tam, all the way from the USA, még értelme is van Amerika minden útjáról. Most ugye ez magyarul, hogy szól, tam-tam, mindig más nője kell nekem, tam-tam, és kész. És innentől kezdve mozog az egész, és nem az, hogy tila-lila-lila-lam, tila-lila-lila-lam. Hát, na jó, bocs. Mindjárt vége van a műsornak, de nem, de ez baromi érdekes van. Hogy mikor éreztétek azt, hogy annyira slampossá válik a rendszer, hogy már nem foglalkozik veletek, és 89-ben gyerekek, az egyértelmű. 89-ben bedobták a Törcsit, kész. A Orbán beszéd, Nagy Imre temetése. 88-ban még nyúlkáltak utánatok. Minden feszültség ott kérdeződött. Tehát 88-ban még éreztétek azt, hogy utánatok nyúlnak. Hát 88-ban már jöttek az úgynevezett alternatív politikai szervezetek, már az MDF megalakult, már a Fidesz megalakult, már... Én onnan datálnám a rendszer össze, a proletár diktatúra összeomlását, amikor a zenekarok elkezdhettek bevételekért zenélni, tehát azokat a pénzeket, amiket a zenekarok maguknak érezhettek joggal, mert ő rájuk ment be a közönség, hogy azt el lehetett kezdeni, és nem Oli Gázsi volt, mert az Oli levette az összes pénzt, úgyhogy akkor azért a 80-as években... Nincs jogdíjunk a mai napig. Egy kis stadion után mennyit vittél haza, egy teltházas kis stadion koncertot, egy Oli Gázsit? Nekem voltak ilyen számításaim. Volt ilyen, hogy metró turné 1970 nyarán, átlagon 1200-1500 férőjes szabadtéri színpadokon 30-valány előadna. 50 forint volt egy jegy. Vegyük 1500, ami az könnyen számolni, 75.000 forint volt a bevétel egy koncerten. Az Oli elvitte az a 75.000-et, nekünk kifizettek 4.000 forintot, nem fejenként, az egész zenekarnak, 800 forintot fejenként, és 200-150 forintot a két technikusunknak, akit ki kellett a saját gázsinkból pótolni, mert 150 forintból nem tudtak megélni.
és elvettek 70 ezer forintot egy előadáson. 38-szor szorozt be. Mennyi fellépést engedtek? Az, amennyit, az nem volt korlát. Majd nem fizették be a nyugdíjjárulékot, és ezért se a technikusok, se a zenészek nem kapnak nyugdíjat. A Bergende Pista úgy halt meg, szegény, hogy 35 ezer forint volt, vagy 38 a nyugdíj. Komár Laci úgy halt meg, hogy 34 ezer forint nyugdíj. Hát azért mondom, most akkor mikor ért véget a rendszer? Hát ez a kérdés. Hát amikor elkezdték az NDK-ba kiküldeni a nagy pénzeket, ugye a nagy mosodák, az ismert körülmény, hogy hogyan csempészték ki a különböző impexek, meg itt az ország vagyonának a jelentős részét. Erről mostanában sokat beszélgetünk itt, igen. De, nem azért mondom, csak ezek régi dolgok, gyakorlatilag az szóval ország vagyonának a nagy részét. Az a 40 év az egy perc alatt nem tudott megváltozni, de lassan lebontódott, hála Istennek. De tényleg mikortól csináltátok saját zsebre? Mikor a 80-as évek vége felé már ugye. Az nagyon a vége felé. Nem volt. Tudom, mert ezt majd Karesz jobban tudja, mint én. 82. január 1-től lehetett már gazdasági munkaközösséget alapítani, vagy a P-Mobil kulturális szolgáltató. Gazdasági. Az ország elsője az a P-Mobil kulturális szolgáltató szövetkezet volt. 15 fővel a Fatertől kezdve a technikusokig mindenki benne volt, mert 15 embernek kellett lennie. Tehát nem tudom, hogy ott lehetett esetleg televízióban valami mozgásterű. Csináltak egy műsort, hogy ez milyen kapitalista, ilyen olyan. És akkor szóltam az akkori szerkesztőnek a tévében, hogy nem kellene ezt forszírozni, helyesbítsék, mert a saját riporterei is hakliznak nálunk. Igen. És ilyen, és nem sorolom még a izéket, a példákat. 52 perc eltelt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mikor lesz a második rész? Figyelj, visszahozta. Na, ezt szerintem érdemes folytatni. Hát hogyne? A rendszerületes, hogy semmit nem beszéltünk, igen. De az az érdemes, de óriási visszahoztátok a fiatalságomat, mert szerintem rengeteg nézőnknek, tehát azért ez hihetetlen sok emléket elindított, úgyhogy nagyon szépen köszönöm önmagam és a nézők nevében is. Mi köszönjük, hogy itt lehet. Adáson kívül elmondhatok nektek valamit, hogy ez még rögzítik. Ez most nem mondok semmit. El kell búcsúznom. Búcsúzzál. Ennek az ez itt a kérdés, látták. Műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on. Holnap adásunk főszereplője Gróf Benyovszky Móricz, a 18. századi világutazó magyar nemes, aki Madagaszkár uralkodója is volt rövid élete folyamán. Most pedig emlékévet szentelnek személyének. Valamint bepillanthatunk egy Benyovszky életéről készülő vadonatúj magyar musical előkészületeibe is, nem operett musical. Én munkatársaim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!